A Magyar Nemzeti Levéltár is csatlakozott a 2024. júliusában útjára bocsájtott 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban elnevezésű programsorozathoz, a Magyarul Európában című vándorkiállítással. A Nyíregyházán megtekinthető tárlat három Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tablóval egészül ki. Akár egy legfrissebb vallástérképre is ránézzük, a 2022-esre, akkor azt látjuk, hogy a mi megyénk az egy kicsit színesebb, mint a többi. Tehát itt az együttélésnek több évszázados hagyománya van. Ehhez válogattunk ki különleges iratokat, illetve néhány mondatban ezt össze is foglalta a kollégánk. A vármegye és nemessége tabló, vagy vármegye és kastélyai tabló, tulajdonképpen ezek a nemesség az egész országos volt, tehát minden család több megyéhez kötődött. Mi ezeken az általuk hagyott kulturális örökséget, mondjuk a kastélyokat próbáltuk megjeleníteni, illetve a mi rendkívül gazdag nemesi címeres levélgyűjteményünkből is tettünk ki rá. A nyíregyházi bokortanyák pedig egy egészen egyedülálló tanyavilág, ugye ismerjük ezeknek a történetét, ilyen sehol máshol az országban nincsen ezzel az elrendezéssel, és ez is egy olyan dolog, amiből a ma embere tanulhat, hiszen az egy páratlan ökoszisztéma, a több évszázados gazdálkodásnak köszönhetően igenis van annak is a mai kornak üzenete. A levéltár a kiállítás végeztével is láthatóvá teszi azokat az eredeti anyagokat az érdeklődők számára, amelyek tulajdonképpen a tablókra is rákerültek. A vitrinek berendezett képek, dokumentumok mellett a leíró szövegek is elérhetőek, és ez a tájékoztató anyag hamarosan az interneten is olvasható lesz azok számára, akik nem tudják személyesen felkeresni a levéltárat. 15 plusz 2 kísérő tablón csak egy ívet lehet rajzolni, illetve súlypontokat lehet megmutatni, hogy mi az, amire büszkék lehetünk. Itt nem is lehet cél az egész történelmnek, az egész kulturális hagyománynak a feldolgozása, de ad egy általános képet róla, illetve ad egy rácsodálkozási lehetőséget azokra az iratokra, amik a levéltárakban találhatóak. A vándor kiállítás még a 31. Nemzetközi Levéltári Napon is megtekinthető a levéltárban. Szeptember 19-én 9:30 kezdődik a program. 2024-ben a Konfliktusok és Megoldások címet kapta az a konferencia, amelynek keretében neves előadókkal várja az érdeklődőket a Vármegyei Közművelődési Intézmény.